Tisztelt elnök úr, miniszter urak, alelnök úr, kedves barátaim! Nem vagyok könnyű helyzetben akkor, amikor 44 éves veteránként kell most szólnom hozzátok 10-20 éves fiatalokhoz. Az a helyzet, hogy ezt a szerepet még szoknom kell. De annyit már látok, hogy van itt két veszélyes csapda, amit el kéne kerülnöm a mai este folyamán, amikor beszélek. Az egyik csapdát leginkább Volodya példájával tudnám illusztrálni. Volodya szovjet partizán volt, és annak idején minden felszabadulás napi ünnepségre meghívták hozzánk az iskolába, hogy beszéljen a fiatalokhoz. És hát Volodya, aki még látta Lenint, az orosz tanárnőnk értő tolmácsolásában képes volt akár egy teljes óra hosszat is abszolút érdektelen anekdotázásba fullasztani az eseményt, mindig oda kiukadva természetesen, hogy sajnos semmi sincsen már úgy, mint ahogy régen volt. A másik csapda, amit el kellene kerülnöm, az Muraközi Pista bácsi példáján keresztül mutatható be. Pista bácsi volt az úttörő csapatunk vezetője, és jóval 50 fölött is ragaszkodott ahhoz, hogy a fent említett ünnepségeken úttörő inget öltsön magára, a síppal súlyosbítva, és még a vörös nyakkendőt is felkötötte, ami az idő elteltével egyre nehezebben ment, mert ahogy hízott és a nyaka vastagodott, úgy a nyakkendő egész nehezen érte már csak körül a nyakát. Nos, amikor Volodyát a rendezvény végén kitolták, akkor Pista bácsi magához ragadta a gitárt, maga köré ültette a lányokat, mozgalmi dalokat énekelt, és görcsösen igyekezett bebizonyítani, hogy ő igazából egy közülünk. Persze vállalhatatlanul gagyi volt természetesen. Szóval nem szeretnék sem az érdektelen anekdotázás, sem pedig a gagyi jópofizás csapdájába esni, úgyhogy nem nagyon marad más hátra, mint hogy őszintén elmondjam, hogy mi volt az, ami eszembe jutott akkor, amikor a Böröc Laci felhívott, és arra kért, hogy mondjak ma este itt néhány szót. Az jutott eszembe, hogy irigylem a mai fidelitasosokat, irigyellek titeket. Azért, mert olyan kihívás előtt álltok, ami azt gondolom minden fiatal álma. Megküzdhettek ugyanis a szabadságért. Történelmi időket élünk, úgy tűnik, hogy egy korszak végéhez érkeztünk. Lezárul végre az az időszak, amit a liberális politikai korrektség jellemzett. Véget érhet egy korszak, amiben John Cleese, a Monty Python sztárja szerint a vélemény és ízlés terror orwelli szintre emelkedett. A korszak, amelynek mesterséges új beszél nyelvében a kulcsszavak, a gender, a globalitás, a tolerancia, a progresszivitás, esetleg a progresszív tolerancia, vagy a globális gender, és így tovább. Ebben a korszakban a nagy testvér azt hirdeti, hogy az egyén mindenható, ellentétben a közösséggel, amely csak kirekeszteni tud, és egyébként is nacionalista. Ebben a szép új világban a legnagyobb viták a semleges vécékről szólnak, de az óvodák már mindenképpen semlegesek kell, hogy legyenek, ahol semleges gyerekek játszanak semleges játékokkal, rózsaszín a traktor, kék a babaház. És a gender equality pedig fölváltja a jóval haladóbb gender neutrality. És akinek pedig mindez nem tetszik, az a jól bevált recept szerint természetesen szélsőséges, nacionalista meg fasiszta. Na, ez az a korszak, kedves barátaim, ami talán most a végéhez érhet. Vagy legalábbis látunk erre mutató jeleket. Itt van mindjárt Matteo Renzi esete, aki a minap még a túlfűtött politikai korrektségtől hajtva az iráni elnök római látogatásakor letakartatta Vénusz szobrát a Kapitóliumon, nehogy zavarba jöjjön a vendég, de aztán egy hete csúfosan leszavazták, mert politikai korrektség ide vagy oda képtelen volt megvédeni országa határait.
Matteo Renzi a történelem süllyesztőjébe került. Ott legalább találkozhat Hillary Clintonnal, akit természetesen a teljes... Kevés helyen tapsolják meg Hillary Clinton most már, úgyhogy hálás lehet nektek. Szóval, akit ugye a teljes amerikai mainstream média támogatott, ennek ellenére zavarták el a választók, olyannyira, hogy a keleti parti egyetemek polkorrekt közönsége azóta is terápiás kutyák társaságában igyekszik feldolgozni valahogy ezt a sokkot. A változás tehát tagadhatatlanul elkezdődött, azonban a meccs nincsen lefutva. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az elitnek már-már karikatúrába hajló reakciói a kubai diktátor Fidel Castro halálakor. Jean-Claude Juncker, aki bizonyítottan ismeri a diktátor szót, mert ha mondjuk így kellően ellazult állapotban van, akkor ugye a magyar miniszterelnököt is szívesen diktátorozza, nos most inkább hívta a véreskező Castrót sokak hősének. A kanadai miniszterelnök pedig a legendás forradalmáról és szónokról értekezett. És aztán némi késéssel, de annál nagyobb lihegéssel megérkezett a haladó magyar baloldal is, és budapesti ikonjuk és plakátarcuk a jól értesültek magabiztosságával jelentette ki, hogy Castrót odaát, bármit is jelentsen az odaát egy szocialista politikusnál, de Castrót odaát, Che Guevara, rum és salsa várja majd. Szóval, barátaim, bőven van tennivaló, ha le akarjuk zárni ezt a nevetségességében is riasztó korszakot. Ronald Reagan szerint a szabadság mindig egy nemzedékre van a kihalástól. A szabadságot nem tudjuk génjeinken keresztül gyermekeinkre örökíteni, ezért a szabadságért mindig minden generációnak meg kell küzdenie. Nos, én azt gondolom, a Fidelitas nemzedéke számára, a ti számotokra most jött el a történelmi alkalom. Itt az idő, hogy szemben az egyre szánalmasabb politikai korrektséggel kiálljatok a vélemény és gondolat szabadságáért. Itt az idő, hogy a liberális blablával szemben megküzdjetek a számotokra fontos értékekért. Itt az idő, hogy a saját kezetekbe vegyétek a sorsotokat. Magyarország a szabadság hazája, szoktuk mondani szívesen, és erre idén, amikor nem csak 20. születésnapot, hanem 60. évfordulót is ünneplünk, érdemes emlékeznünk. Az előttünk járó nemzedékek, a pesti srácok, vagy éppen a rendszerváltoztatás generációja magasra tették a lécet, hogyha a szabadságért hozott áldozatról van szó. De egyben azt is bebizonyították, hogyha összefogás és közös akarat van, akkor nincsen lehetetlen. Persze az eszközök mások, a pesti srácok fegyvere, a Molotov koktél és a puska volt, a rendszerváltoztatás nemzedéké, a toll és a papír, tietek az internet, a tömegkommunikáció. De a küzdelem az ugyanúgy küzdelem lesz. Vissza kell foglalnotok a virtuális és valóságos tereket. Vissza kell hoznotok a szabadság nyelvét a kultúrába, az oktatásba és a tudományba. Bátran kell fogalmaznotok, és nem szabad megrettennetek akkor, amikor a dogmatikusok agresszívan támadnak majd vissza. És befejezésül most már csak egyetlen gondolat. Ez egy kemény harc lesz, de a szabadságért megéri küzdeni, és hogyha a szabadságról van szó, akkor azért vagyunk itt még néhányan veteránok, akikre számíthattok szövetségesként, így 20 év távlatából is, vagy 20 év elteltével is, mert ahogyan Alexander Dumas a 20 év múlva című regény szerzője írta, mindenki egyért és egy mindenkiért. Isten éltesse a Fidelitas, köszönöm, hogy meghallgattatok.